Bukarest nem egyezett bele abba, hogy a magyar kormány Erdélyben gazdákat támogasson, és azt kéri Budapesttől, hogy a gazdaságfejlesztési programját a román hatóságok bevonásával bonyolítsa le Románia területén, jelentette ki Marius Lazurka budapesti román nagykövet hétfőn egy Békés Csabai rendezvényen. A román diplomata Semjén Zsolt miniszterelnök helyettessel együtt a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara magyar-román tagozata megalakulásának 20. évfordulója alkalmából rendezett ünnepségen vett részt, nyilatkozatait a nagykövetség honlapja idézte. A székelyföldi gazdaságfejlesztő program keretében már az első szerződéskötésekre is sor került. A programnak sok erdélyi, köztük román nemzetiségű kedvezményezettje van. A program lebonyolítója a Proekonomika Alapítvány. Ez az első alkalom, hogy a román állam egyik tisztségviselője nyilvánosan kimondja, Bukarest ebben a formájában nem ért egyet a budapesti támogatási program romániai lebonyolításával. Korábban a program élvezte a román kormány támogatását.